Hát sziasztok srácok, ez a C. Johnson családnak a következő része, méghozzá második, amiben igazából kicsit beszélgetünk, meg üzleteltünk egy párat, és igazából ezt fogjátok látni. Legelső sorban az, hogy vettem 195 ezer dollárbe garást. És továbbadtam egy kis profittal, amit majd most láthattok. Igazából kicsit elhúzta a srác, mert nem volt ATM a közelben, és el kellett kicsit kocsikáznia, mert ugye ő nem volt ATM, bár azt hittem amúgy, hogy a srác át akar verni, de kivételesen nem. Itt jelenleg azt láthatjátok, hogy én vettem egy Evo-t 2.900.000-be, és igazából Attilának is megtetszett, és úgymond vettünk neki is egyet, mert ha már IC-t esőpoljunk, akkor legyen ugyanolyan kocsi, meg stb. És most ezt fogjátok látni, hogy Attilának megveszik az Evo-ját. Ja, és az Evo azt hiszem 2.700.000-be, és abba az Eilamo ladába került, amiben már volt speedtest, szóval ha nem láttátok, akkor nézzétek meg a csatornán, hogy mit is tartalmaz a járgány, meg mit is tud, mert úgy rohadt jó verda, csekkoljátok le azt a videót is. Igazából kicsit csalódott voltam ebbe az Evo-ba, amikor próbakörre vittem, mert valahogy nem jött be annyira, de így egy olyan pár napos használat után már rájöttem, hogy igazából kurva jó verdő is megéri. Egy, nincsen belőle sok, meg nagyon ritka az, ami szépen is néz ki. Ugye itt azt látjátok, hogy én 2.925.000-be vettem meg, hát még 5.000-en is alkuttunk, hogy nekem megérje vagy ne. Igazából ezt az Evo-t ma majdnem elcseréltem egy Subaru-ra, de aztán meggondoltam magam a rendszám miatt, mert lerendszámoztattam extra-ra. Szóval megmaradt az Evo X, és valószínűleg meg is fog maradni. És ja, itt azt látjátok, hogy megveszem. Kicsit visszatérünk a Halloween eventre, mert ugye még abból is maradt meg egy pár videó, és itt egy szellemet fogok idézőjelesen kinyitni, mert ugye a tököt tőle kapom, és azt nyitottam ki, de hát igazából ne számítsatok semmi jóra, mert jót nem kaptam az egész event alatt sajnos. Ugye Palominóba vettünk egy házat körülbelül 2 hónappal ezelőtt, amit Kén barátom megvett tőlem, és utána visszaköltöztünk ugyanide Palominóba, csak ugye nekünk nagyobb házra volt szükségünk, ami 2 garázsos, nagy belterű, jól lehet elrepízni benne, meg stb. És ugye találtuk ezt a házat, amit igazából 2.700.000-be vettem meg, de nem bírtam sajnos profitba adni, buktam rajta sajnos 200.000 dollár, de hát ez teljesen lényegtelen, mert sikerült eladnom. És innen is köszi, aki megvette, mert nagyon sokáig elrúgtam, mert igazából senki nem akarta megvenni. Szóval ne vegyetek Palóba házat, mert az tényleg rajtatok marad. 200.000-et buktam rajta, de lényegében így is megérte, mert sajnos kiköltöztünk innen. Vagy sajnos, mert itt tök jó RP-ket toltunk ebbe a kettőbe, meg minden.
De, ja, eladtuk, és így az összvagyonom megközelített az 5, vagyis a KP-ba lévő összvagyonom, ami ugye készpénzben van, az megközelítette az 5 millió dollár, szóval királyság, ezt most kicsit feljebb fogjuk vinni majd a következő részbe, de nem mentek sehova, mert most jövünk egy kis beszélgetéssel Attilával, meg hogy mi várható a következő részbe, meg igazából, hogy milyen CMTS tartalom lesz majd a csatornán elérhető, mert ugye volt egy sorozatunk a CMT a tutorial kezdőknek, és erről is lesz szó a következő részben, a következő pár percben, szóval nem menjetek sehova. Illetve volt nekem egy MyBiz nevezetű BMW E60 M5-öm, amit eladtam Douglasnek 3 millió dollárba, mert ugye ebből vettem meg az Evo-t, ugye az Evo gyorsabb is, nekem jobban is tetszik, és ugye terveztem a BMW gyűjteményt, de sajnos azt egyelőre nem tudom megvalósítani még a szerverem, mert ahhoz még kevés a vagyonom, de higgyetek el, meg lesz, egyszer csak meg lesz. Illetve nagyon sokan kerestek meg Ici, szóval, és ő adtok nekem ilyen pár ezer dollárokat, amit nagyon szépen köszönök nektek, meg a srácok, a Nexus-ok, és itt van velem Attila. Halli. Ő, bocsi, tudom, biztos lesz ennek valaki írja, hogy mennyiszer köszöntem be. Nem tudom, hányszor köszöntem be, mert ugye sok bevágás lesz a videóba, ugye, hogy eladtuk a garázs, vettünk kocsikat, stb. És most igazából arról fogunk beszélni, amit már említettem előbb, hogy ugye volt ez a sorozatom, hogy CMT a tutorial kezdőknek, és igazából van pár ötletem egy-két videóra, de itt ki is fúj, szóval megköszönnénk, mert ugye ezt nem egyedül csinálom, vagy Narancsa, vagy Attilával, megköszönném nektek, hogyha leírnátok, hogy miket is látnátok szívesen, azaz, hogy mit nem tudtok, hogy mit kell bemutatni nektek, mert így sajnos magamtól én se tudom, hogy nektek ott állt első egy keréken egy semcet, szóval így sajnos magamtól én se tudom, hogy mi az, amit ti nem tudtok, lehet amit én bemutatnék, az hülyeség lenne számotokra. Ja, hogy ez egy BF400, oké. Okay. Van belőle kettő darab a szervenkebe. Mindegy. És igazából igen, meg hogy ugye van ez a C. Johnson család élete, amiben igazából ideig azokat sűrítettem bele, hogy ugye volt ez a tökös videó, meg ugye az ilyen kisebb fajta eladások, de ebben nem ezt szeretném belesűríteni, hanem igazából ez a C. Johnson család élete. Ez inkább egy olyan sorozat lenne, hogy beszélgetünk benne, hogy igazából mi is történt velünk az elmúlt egy hétben, magában a városban, hogy történt-e valami olyan dolog, hogy minket elkapott a PD, meg hogy miért. És például ezeket a... Ja, mert ma volt egy nagyon érdekes ügyünk, amit igazából levideózhattam volna. Csak előtte ezt gondoltam, így megkérdezem tőletek. Ja, ezt mondtam. És nem tudom, hova tűnt a többi kocsim. Fiam. Az igen. De ezt tudod, mivel verték szét szerintem? Áruszállítóval lejött a hegyi, azt elébe verte. Szerintem is. Ide volt lekézizve 4 kocsim gyerekek, abból itt van 3. És most lettek fixből bevontatva ide, mert minden... Lehet jött a Revenge, ezt elbontották. Ja, lehet jött a, izé, valaki megbosszult izé fixből. Na mindegy. Szóval jaskacok, igazából ennyi. Nem? Írjátok le, hogy mit szeretnétek látni CMTR-ról a csatornán. Tényleg mindent, hogy érdekel, kereskedés, stb. Nyugodtan írjátok le, nem haragszom meg. És ja, sziasztok! I'm gonna turn around and take what's mine.